Sziasztok, köszöntünk mindenkit ismételten, ez itt a Rázókő Újvári Mátéval és természetesen Bereznai Danival. Hello Dani! Köszöntök én is minden kedves nézőt, sziasztok! Visszatértem, bár a múltkor Dani fantasztikus videót készített, és ez tényleg így volt, nem csak a vicc és a hecc kedvéért mondtam. Én privátban már gratuláltam neki, de most szeretnék itt ország vagy ha úgy tetszik, akkor a YouTube közösség előtt is a nem létező kalapomat megemelem, mert szerintem baromi jó kis videó lett, nagyon tanulságos és sokan írtátok egyrészt azt, hogy én már nem is kellek ide a rázókőbe. Köszönöm szépen, jól esett így a betegségem kellős közepén ez a gondolatmenet tőletek, de egyrészt itt vagyok, nem, tudott, nem, tudtatok még kitúrni teljes mértékben. Másrészt pedig, ha nem is havi szinten, de azért szerintem főleg majd esetleg a a hold szezonban, tehát a 20-as idény után és a 21-es szezon kezdete előtt még rá tudjuk, vagy rá tudjátok venni Danit arra, hogy készítsen ilyen videókat. Dani, hogy érezted, milyenek voltak a visszajelzések, mennyire hiányoztam tízes skálán, nyugodtan adatot és semennyire, úgyhogy nem fog megsértődni. Hát nehezebb volt elkészítenem így a videót, több munka volt vele, egyrészt mert mindent én terveltem ki, amúgy egy külföldi videó alapján készítettem el az egész videót, de nyilván úgy elmagyarázva a dolgot, hogy én is egyetértek vele, meg én is így gondolom, csak az, az volt az alapkoncepció, ami már ott egy bevált formula volt, de a csomó képet, amit be kellett vágni, és ahelyett, hogy a te csodálatos arcodat, meg testedet mutogassam a képernyőbe, azokat le kellett töltögetni, szóval mindenképpen egy kívás volt. Hiányoztál, hiányzott a rázókő utáni kötelező, közös kfc és is nem szponzorált tartalom, tehát az a csirke a legjobb csirke a világon, ezzel gondolom mindenki egyetért, Louis Hamiltonon kívül. Így van. Jövő héten majd bepótoljuk, mert hogy terveink szerint természetesen a következő héttől visszaáll a rend. Egyébként most is jól vagyok már, két oka van annak, hogy nem találkoztunk. Nyilván egyrészt picit még ezt a távolságot megtartjuk, és most még virtuálisan gondoltuk, hogy megfejtjük majd azt, hogy mi történt Imolában. A másik pedig az, hogy Dani versenyzett ezen a héten, annak a hétnek a közepén ráadásul, amikor felszoktuk venni a felvételeket, úgyhogy erről is beszélgetünk majd az adás második felében. De, hát Dani a múltkor elmondta, hogy miért Hamilton a legjobb, és ki nyert Imolában? Hamilton. Tehát nincs kérdés igazából. Tehát, hogy hétről létre, hogy itt a rázókővel tartotok, akkor nem csak hogy exkluzív tartalmakat, hanem olyan belső információkat is kaptok. Dani megmondta, hogy Hamilton a legjobb, és Hamilton nyert Imolában, de kellett hozzá bottász, kellett hozzá az a szerencsétlen mozdulat, ugye, hogy egy ferrari levált darab, ott volt 15-20 körön keresztül Bottás autójának az alján. hát tényleg ez is csak vele tud előfordulni. Aztán meg ugye kétszer belehibázott, felsztappen elment mellette, de felsztappen defektet kapott, úgyhogy ennek köszönhetően azért megvolt a dobogó. Úgyhogy nem tudom, milyen volt ez a verseny, Dani, ha te így, így visszatekintesz rá neked, mennyire tetszett? Főleg annak függvényében kérdezem ezt, hogy ez volt az utolsó előtti olyan helyszín, ugye jövő héten Isztambul jön, amely eredetileg nem lett volna benne a 20-as idényben, viszont nagyon sokan korábbi évek alapján visszasírták Imolát, hogy igen, hozzuk vissza, ennek tükrében milyen volt a verseny. Jobb volt, mint amire számítottam, azért, mert nincsen utolsó sikán, ami régen volt, azt teljesen kivették a pályából, így azért a célegyenes egy elég hosszú padlógázes szakasz, de így is ezekben a közép gyors, gyors könnyörökben szinte lehetetlen követni a másikat. Ugye láttuk is, hogy fairstappen amikor Bottas feltartotta a már második körtől sérült autójával, Hamilton sem tudta megelőzni, és amint kijött előlük a, előle a két versenyző, két-két és fél másodperccel gyorsabb köridőkre kapcsolat, ami ugye elképesztő előrelépés, ez ugye jól megmutatja, hogy hiába volt végig két-két és fél másodperccel gyorsabb körönként nem volt képes az előzésre, Ugye Ferszappen megelőzte Bottas, de ahhoz is egy nagy hiba kellett, és főleg a Hondával val Mercedes erőforrás ellen szinte lehetetlen, meg a gumik lehűlése, miatt alakultak ki akciók, meg azért, mert azért volt egy-két törmelék elszorva a pályán, nagyon sok a sóderezett, füvezett bukótér, nincs akkora aszfaltozott réteg a, a pálya kívül, éppen azért nagyobb a hiba faktor is, éppen ezért egy izgalmasabb verseny volt, fordulatosabb, mint amire számítottam, de versenyzés szempontjából azért nem a legjobb. Igen, hogyha megnézzük egyébként a nemzetközi sajtóvízszámokat közvetlenül a futamot követően, akkor nagyjából ezzel mindenki egyetértett. Azt mondta, hogy jó, hogy itt volt Imola, de nem biztos, hogy ez az a helyszín, amelyet érdemes lenne minden egyes évben berakni a Forma 1-ben. Van egyébként egy so, új helyszínünk. Po -e. Igen, pont erre akartam utalni, ugye ezt már bejelentették, foglalkozunk ezzel is majd egy picit később, de még visszakanyarodva az imolai versenyhez, ugye kettős Mercedes siker, ami azt jelenti, hogy a Mercedes sorozatban hetedszer, hetedszer is konstruktőri világbajnoki címet szerzett, új rekord. Ugye a Ferrari korábban 6-szor nyert már egymás után, most a Mercedes 7-szer. Mondanám, vagy kérdezném, hogy van-e ennél feljebb, de pontosan tudjuk, hogy van, mert jövőre jön majd a 8. VV cím is. De, de alapvetően, Dani, te mint e-sportos versenyző is tudjuk, hogy nálatok azért az autók alapvetően ugyanazok, tehát ti magatok teszitek hozzá a kvalitásbéli különbséget sok más egyéb tényező mellett, de azért az, hogy egy csapat 7 éven keresztül folyamatosan nyerjen, és teszi mindezt ráadásul három pilótával, ugye Hamilton, Rosberg és Bottas, azért az elképesztően nagy teljesítmény. Igen, hát főleg a mérnökök részéről nagy teljesítmény ez, meg a mercedes Demler pénztárcájából nagy teljesítmény ez mindenképpen. Tényleg rossz hogy amúgy minap nyilatkozta, hogy a Mercedesnek még mindig a Brand GP az a egy év alatt nyerő autót épít egy pár hónap a szezon előtt kiderülő motorból az alapja, és amúgy valamilyen szinten igaza is van, mert hogy őket vásárolták fel, nyilván azóta háromszor annyi dolgozójuk van, de a főmérnököket nagyon-nagyon jól összerakták Toto Wolfék, és uh, sokan írják, hogy Schumacher miattuk nyer folyamatosan a Mercedes, de azért lássuk be, hogy egy változás után már főleg nem volt semmilyen szerepe az autó fejlesztésében, azelőtt is már bőven Rosberg mögött volt, nyilván tök jó volt, hogy Schumacher ott volt a csapatnál, de az, hogy a Mercedes 2019-ben és 2020-ban is nyer, az nem azért van, mert Schumacher még 2012-ben lefektette az alapokat, hanem főleg azért, mert a kezdeti években a V6-os erőforrásuk abszolút verhetetlen volt, még most is mindenki fölött áll, megnyerték az első néhány bajnokságot, sokkal több szponzori bevételek jöttek, bővítetni tudták a csapatot, a kasznit is már felemelték Red Bulli jegekbe, és ezért mindenhol egy, egy tökéletes koncepció alakult, de ez nem úgy kezdődött, ez úgy kezdődött, hogy egy jó motor, meg egy közepes kaszni, csak a jó motor is elég volt. Láttuk, hogy még a Williams is tudott győzelmekért, dobogókért harcolni az első években a Red Bull minden egyes kanyargós pályán jobb volt, mint a Mercedes, csak párhol ahol volt egy kicsi egyenes egyből legyőzték a bikás alakulatot. De ez, ez, tényleg mindenképpen egy komoly teljesítmény, és inkább Toto Wolf lehet az egész bagásból, talán a legbüszkébb, akinek ugye tulajdon része is van a csapatban. Sosem akart senkinél semmit jobban tudni, mindig maga köré gyűjtötte a megbízható, lojális, és tényleg profi embereket, és, és csapatként működnek együtt, és azért a Red Bullnak, szerintem a Renault-nak is lenne olyan költségvetése, hogy, hogy ezeket a rekordokat meg tudják állítani, de, de, látszik, hogy nem képesek rá, mert azért nem annyira egyszerű a Forma egy mint amilyen egyszerűnek a Mercedes sikerei tűnnek. Igen, pont nekem is ez jutott eszembe, és nem beszéltünk össze, hogy gyakorlatilag 7 éve úgy nézzük a Forma 1 hogy ha nem történik nagy dráma, vagy nagy csoda, akkor nyer valamelyik Mercedes pilóta. És ez kívülről barom egyszerűnek tűnik, hányszor hallunk olyan kommentet, és nyilván a nézők között is biztos van olyan, aki azt mondja, jó, hát bárkit beültethetnénk, Román Grozant, Pastor Maldonádot, nem tudom, Nakajimát, akárkit vehetnénk a múltból elő, biztos, hogy világbajnok lenne a mercedes -szel. ez azért nincs így, az viszont valószínűleg így van, hogy dobogós helyekért küzdhetne, és futamgyőzelmeket is nyilvánvalóan aratna, de azért az, hogy ez a csapat folyamatosan ugye nem csak a konstruktúri vb-t nyeri meg, hanem az egyéni világbajnoki címet is hozza, azért az már a, a pilótáknak a nagysága és a kvalitása is kell hozzá. De ha már Toto Wolfot mondtad, ugye vele kapcsolatban pedig megjelennek most már folyamatosan olyan hírek, hogy ő szeretne ebből kiszállni egy picit, vagy hátrébb lépni, mert hogy tehát a csúcson van, innen nem nagyon van fője, még annyi van, hogy 21-ben meg, megnyer egy 8 szóra is, és a te versenyződ, Lewis Hamilton, megszerzi a 8. világbajnoki címét, és ő lesz minden idők legtöbb világbajnoki címével rendelkező formegyes versenyzője. És aztán tényleg, tehát nincs onnan tovább, ő már csak fejjel mehet már, mint Otto Wolf. Lehet, nem tudom, Ross Brown utódja, vagy Zsantot utódja, tehát szerintem ilyen jellegű eh, politikai karrierek várnak már rá. De még egy utolsó gondolat csak ezzel a Mercedes-es sztorival kapcsolatban. Te mennyire érzed azt, hogy unalmas? a Forma egy jelen pillanatban ennek köszönhetően. Mert ugye ez is egy mostani kritika állandóan, hogy mindig a Merci nyer, ez unalmas. Unalmas, vagy ha picit mélyebbre ásunk, akkor azt kell mondanunk, hogy egy csapat kimagaslóan teljesít, és hogyha elmélyedünk a részletekbe, akkor ez nem unalmas, csak a végeredmény az idéző el Unalmas, az a baj, hogy nem is az a baj, hogy mindig egy csapat nyer, csak ugye, hogy mennyivel. Láttuk azokat a statisztikákat, ellették az internetet, hogy a Ferrari a hat címet hány futamból nyerte meg, azoknak a futamoknak hány százalékán Rajtól a elsősorból hány százalékát nyerték meg az összes futamnak, és minden ilyen mutatóban a Mercedes bőven a Ferrari mögött áll. Szóval ez azt jelenti, hogy egy szezonban a Mercedes több pozíciót szerez, nagyobb különbségekkel, több futamot nyer, szóval, szóval nem, nem is az a baja a szurkolók nagy részének, hogy nyernek, hanem hogy milyen módon nyernek, hogy, hogy már a szezon harmadik, negyedik versenyénél, sőt, mielőtt elkezdődik a szezon, mert Máté már lelőtte, hogy ugye jövőre meg lesz a nyolcadik cím is, el lehet dönteni, hogy ők a világbajnokok. A Red Bull is nyert négy évet, de ugye kétszer-kétszer, vagyis egyszer-egyszer, összesen kétszer, mindössze kettő ponton múlott, ugye a Fettel és Alonso elleni párharc, és a konstruktőriben, mivel Alonzónak nem volt egy még egy hasonló képességű csapattársa, vagy ugye őt is visszafogta a Ferrari, ki tudja, hogy itt mi az igazság, ezért a kicsit nagyobb pontülemséggel nyerték meg, de összességében azért emlékszünk, hogy azokban az években azért, ha valaki eltalált legalább egy jó esőskört, vagy, vagy egy, egy, olyan pályán, ami nem annyira feküdt a Red Bullnak, vagy mások voltak a körülmények, azért egy pol, polt el lehetett csípni, vagy, vagy egy futamgyőzelmet el lehetett csípni, és azért 4-5-6 2012-ben hét különböző versenyző is nyert, ez, ez, ugye most nincsen jelen is gyakorlatilag, vagy Verstappen, vagy Bottas is Hamilton, és hát Bottas is úgy, hogy ha, 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 Hamiltonnak rossz napja van, de amúgy nem azt nem szorosz, hogy most ő egyáltalán többet nyer, vagy kevesebben. Igen, de ha már ekkor itt a dubogósokat említetted, akkor térjünk is rá a következő emberünkre, a széles vigyorra, Daniel Ricardóra, aki másodszorra is behozta a dobogóra a ez Ehhez nyilván kellett ennek a defektje, ezt pontosan tudjuk jól. Na de az a rádióüzenet, amit megint adott utána, tehát az a káromkodásba csomagolt mekencsíz, aztán azt hiszem valahogy így fogalmazott Daniel Ricardo, és aztán ugye folytatta, hogy ez már megint egy kisípoljuk, hogy milyen dobogó. Szóval, hogy azt kell mondanom, hogy tudom, hogy, hogy, távozik, és a döntést meghozta év elején, de, de lehet, hogy ennek nem most kéne véget érnie, nem? Tehát, hogy azt érzem, hogy a szezon végére jutunk oda, hogy Ricardo és a Renault egymásra talált, egy közös halmaz lettek végre, és akkor eljön majd az idény vége, és jó, jön Fernando Alonso, de, de ez a Ricardo a dobogón a renault nekem ez tetszik egyébként, főleg a súly, amit ugye Hamilton is bevállal. Ja, hát valami ilyen teljesítményért fizettek ennyit a renault aztán csak így hagyták elmenni. Ricardo súlyzik, meg szokizok az. <s> Na, tudok, tudok, segíteni, nézd. Figyelj, van nekem itt egy ilyen piros ja, az Jó, Piros öntök lehet neked. lehet inni, amúgy képzeljétek el, tegnap Marcel Kiefer a Red Bull Esport pilóta. Red Bull ringen megnyert egy futamot, és súlyzotta a, a webkamerájában mutogatta magát. Nem ízlett neki. Most már engem is mondsz, hogy egyszer kipróbálja, mert akkor tényleg, amilyen szaga van a cipőnknek, általában valószínűleg ilyen íze is lehet az most már életén számít. A higiénikus Hamilton is becsatlakozott a partiban, pedig tavaly, vagy tavaly előtt, előtt még azt mondta, hogy hát ő soha nem fog ebből inni, mert egészen undorító. Hát azért a hetedik konstruktőri cím után, még most már szinte elkönyvelhetően az egyéni cím után is azért bevállalta ezt a kockázatot Luis. Visszatérve Na tényleg de, de nagyon várja, nagy Bo bocsánat, szóval úgy vállalta be Hamilton, ugye Ricardo nyilatkozta, hogy ő emlékezett Hamilton nyilatkozatára, mert egymás mellett voltak azon a sajtótájékoztató néhány évvel ezelőtt, hogy ő nem iszik. Ezért meg se kínálta, már a csapatot akarta volna leönteni Pesgővel, amikor Hamilton szólt neki, vikár úgy fogalmazott, hogy Mr. Hamilton könyörgött, hogy adjak, adjam oda a másik cipővet, mert ő is kortyolni szeretne, és hogy ezen annyira meglepődött, ahogy mindenki más és mi is. Szóval ez így a teljes történet, és bocsánat, közbevágásért. Nem, amúgy már nem akartam többet mondani. Jó, <laughs> akkor bocs, akkor sziasztok. Nem. Szóval, hogy Ricardo amellett, hogy hogy nagyon stabil, tényleg azt hiszem, hogy nem is tudom melyik. Nagyon jó képű. A... Na, Ez jó nyilvánvalóan. Elképesztő jó a humora, tegyük hozzá. A legjobb fej a pilóták közül, de az egyik az egészen biztos. Szóval, hogy pont úgy néz ki az én szememben, vagy az az érzésem, hogy, hogy beérik a közös munka, a második év végére. Ső, megy, és, meg akkor... és szétveri az egész. Hát ezt én nem akartam mondani, de hogy, de hogy érted? Hogy ott vagy egy csapatnál, megszoksz mindent, megszokod a mérnököket, a mérnökök megszoknak téged. És akkor el kell menned, idézőjelesen el kell menned, de nyilván te döntésed de elmész egy, megint egy vadidegen csapathoz, miközben most van egy jól működő formula Renault-nál, és én nem vagyok benne biztos, hogy Alonso érkezésével ezek a dobogók a szezon elején 21-ben meg lesznek, hiszen azért más lesz az autó, Alonso is már több éves kiadás után tér vissza rá, a Forma 1-be, ugye Ricardo a Forma 1-en belül váltott csapatot, szóval nem tudom neked milyen megérzéseid vannak esetleg a jövőre nézve, vagy hogy látod ezt a mostani Renault-Ricardo duót? Hát én nem, nem tudom, hogy milyen teljesítményre lesz képes Alonso így a visszatérés után. Én nem igen láttam olyan versenyzőket, akik visszatérés után úgy versenyeztek, mint régen. És akkor most minden kimi rajongó el akar égetni engem. Valóban jól megtanult. Nem láttad motos... Räikkönen rajtját? Nem láttad, ahogy gokártos módon megelőzött 12 pilótát? Az Alfa Romeo versenyzője? Igen, még a lotus -a amúgy nyert két futamot a visszatérés után, de hát mondjuk egy Groszson volt a csapattársa, aki ugyanakkor nem egy lassú pilóta azon körülmények között, szóval és sosem láthatjuk egészen pontosan, de nem hiszem, hogy, hogy Alonso hozzá tudna annyival többet rakni ehhez a projekthez, hogy megéri ez majd a renault végül, hogy Ricardo eladja a csapatot, és Alonso helyettesíti őt. Ugyanakkor a McLarennek valószínű meg fog érni a Ricard érkezése, mivel szerintem azért Sainznál és Norrisnál egy, egy, sokkal győztes alkatabb, összerakottabb versenyző, és főleg úgy, hogy a McLaren majd újra Mercedes motorokat fog kapni, valószínűleg sokkal nagyobb esélyük lesz harcolni a dobogó legfelső fokaiért, bár azért azt már előre nyilatkozták, hogy ők valószínű nem fognak tudni annyit kihozni abból az erőforrásból, mint a gyári alakulat, ami ugye örökre probléma a Form 1 ben ezért próbálnak annyi motorgyártót csalogatni a csapatok, amennyit csak lehet, mert mindenki abban hiszik, hogy csak gyári alakulatként lehet elcsípni az első helyezéseket. Igen, hát azt lehet esetleg válni tőlük tényleg, hogy nyilván összességében stabilabb teljesítmény nyújt majd Ricardo helyezéseket tekintve, mint most a renault még akkor is, hogyha most felszálló ágban vannak, és ezt egyébként jó látni, tök őszintén mondom. Én nagyon szeretem Ricardo-t a dobogó látni, elképesztően jó figura. Végezetül pedig akkor itt a valós Forma 1-es témákat tekintve egy csak furcsa bejelentés, amely nem volt meglepő, mégis olvasva a hivatalos sorokat azért, hát hogy mondjam... Érdekes a sztori, sokan tudjátok, Dani a videó elején le is lőtte a poént, hogy 21-ben még ugyan a végleges naptár nem jött ki, de nagy valószínűséggel ugyanazok a futamok lesznek majd, amelyek eredetileg lettek volna 2020-ban, az, az idén, tehát tényleg jön Vietnám, visszatér a holland és november végén Abu Dhabi előtt Szaudarábiába arábiába látogat a Forma 1 mezőnye, hiszen pontosan tudjuk, hogy mekkora kultúrája mekkora őshazája Szaudarábia a motorsportnak, meg ugye egyáltalán az egyetemes sportoknak. Ehm, nyilván, akik képben vannak kicsit a hátországgal kapcsolatban, azok pontosan tudják, hogy az az óriási Aramco felirat, amit minden egyes futamon lehet látni, az egy szaudi olajtársaságot jelent, akik giga befektetéssel beszálltak az F1-be, óriási ehm, kooperációs megállapodás szerződést kötve csészkeréke a Liberty Médiával. Jelezték már korábban is, hogy lesz futam, de későbbre ígérték 23-ra, most viszont már 21-ben is lehet menni Szaudarábiába. Dani, mi volt az első reakciód, amikor megtudtad, hogy egy egyébként éjszakai utcai pályán fognak majd versenyezni 21-ben, egy olyan pályán, ami most még nincs kész, és semmit nem tudunk róla ezen kívül. Yeah. Ez volt az első reakció. Amúgy jó, virész, ez van egyenlőség. Aztán konkrétan azt hiszem, hogy volt, hogy három éve még nők nem is autó autóversenyezhettek, szaudarábiai nők. 2018. júniusában tehettek le először jogosítványt a nők. Tehát ne, nem autóversenyzésről beszélünk, utcai közlekedésről, autóban. És nyilvánvalóan ez is csak a kiváltságosak része volt. És ezt ők olyan büszkén hirdetik, tehát az utolsó ország volt egyébként, de nem. Tehát ne, nem, a, nem azon a részen, hanem az egész világon. Egyéles az utolsó fanyik. ország volt. I -e, igen. Kérek egy csoki vanélélél per Tehát, hogy az utolsó ország volt Szaudarábiába, Szaudarábia, ahol a nőknek nem volt lehetőség arra, hogy jogosítványuk legyen. 2018. júniusáig ide megy majd el a formáj, illetve oda, ahol. Hát, sokan tudják a sztorit, most nem mennék be a részletekbe, ugye van olyan újságíró, aki sajnos uh, konkrétan darabokban hagyta el az országot, illetve nőket bezárnak azért, mert az egyenjogúságért tüntetnek, és akkor a Forma 1 2020-ban... Lehet, hogy hogy bezárják, és akkor végre bottas lesz a bajnok. Én nem tudom, de most minden viccet félretéve, ugye a Forma 1 ebben az évben az egyenjogúságért tüntet, a, a, és kiáll a rasszizmus ellen, hagy felszólalni versenyzőket. Ott van a verseny, hogy egy perc, amikor mindenki azt csinál, amit szeretne, mármint hogy térdelhet, olyan pólót vesz, amit akar, kifejezi a saját politikai hovatartozását, és akkor ezek az emberek ezzel a v az van hashtaggel és jeligével el fognak menni Szaudarábiába. Írtam erről az Unibeten egy hosszabb értékelést és egy magánvéleményt, nyugodtan akit érdekel, keressen rá. Szerintem agyrém, öngól, és, és nem találok szavakat egyszerűen, hogy mi lesz így. Jó, Jó, én sem. Te sem. <laughs> Jó, hát ugye a harmadik közelkeleti futam, Bahrein és Abu Dhabi után. Nekem az jutott eszembe amikor először olvastam, nem akarok fagyit venni, hagyjatok már békén, hát hideg van, megfájdul a torka, amit novemberben. Szóval anyádnak hozzon pénzt! <laughs> szóval, hogy Ugye Eklesztorra is azt mondták, hogy időnként vállalhatatlan döntései voltak. Hát szerintem, szerintem ez eddig a legvállalhatatlanabb az utóbbi évekből, a évtizedekből. És e, azt nem tudom, tudod-e, hogy eredetileg, amikor talán 18 vége, 19 eleje szó volt arról, és már akkor biztos volt, hogy lesz pálya Szaudarábiában, de hogy milyen pályát szerettek volna eredetileg Szaudarábiában? Neked ez a sztori megvan, Dani? Nem akkor valószínűleg a nézőink nagy részének sincs meg, olyan, pályát, olyan pályában gondolkoztak eredetileg, amely még sosem létezett, és ez azt jelentette volna a szaudi tervezők, és hát hogy is fogalmazzak, aranyrudakban fürdő emberkék számára, hogy a pálya közepén legyen egy hatalmas akvárium, és a pilóták konkrétan cápák mellett menjenek el. Mert hogy ilyenre még nem volt példa, és ők úgy voltak vele, hogy hát ha már lehet álmodozni, akkor ugye álmodjunk marha nagyot, és mi a dolog lenne, hogyha itt Louis Hamilton, meg Bottas, meg nem tudom, Raikönen 280-nal vagy 320-zal elmegy egy óriási akvárium mellett, mert szápák úszkálnak. Agyrém, ez volt az eredeti ötletük. Az egyetlen pozitív a dolog hogy nem Tilke tervezi egyébként elméletleg a pályát. Legalábbis, a, hogyha 23-ban lett volna a bemutatkozás, azt a pályát pilóták tervezték volna. Damon Hill, Alex Wurz, Nico Hülkenberg, illetőleg Roman Grozan. Ők is benne voltak abban a bizottságban eredetileg. De hogy most ez a négyes benne lesz a mostani pályák semmit nem tudunk. Minden esetre, hogy hatalmas vízhangja lesz, abban egészen biztos vagyok. Jó. Még szó ez. Jó volt, ha köszönöm. És akkor ezzel a kis óriási lezárással így a valós formegyes témáinkat tekintve térünk rád, Dani, mert hogy megint voltak versenyeid, egészen pontosan három. Ugye ez volt a második szakasz, vagy második forduló talán négy egész pontos. Hogy sikerült? Milyen pályák voltak? És talán kezdjük onnan, hogy milyen előzetes várakozásaid voltak, és ahhoz képest, hogyan alakult ez a három futam számodra? Nagyon jól sikerült, életemben nem voltak jobb versenyeim. Amúgy az összes event közül én tudtam, hogy ezt nem szeretem a leginkább, de ennek ellenére három pályából kettőn gyorsabb voltam, járnó. Aztán jól mentem. De de az élet, tudjuk, hogy amikor azt hiszed, hogy nagyon jó vagy egyet, először tökön, aztán a lábad legalább, hogy popár Mi és... történt? Dani, mi történt veled? Én Na, az volt. Me me megiszom így a kávémat, még félig van, és akkor te addig meséld el, te eredelmesen, nyugodtan feküdj le, hogy, hogy mi történt? De nem lesz ez olyan hosszú? Csalódott vagyok azért, mert már nem csak a valós Forma 1 van gumisporolás, hanem az e-sportban is, eddig ez nem így volt, de a szervezők az idei évre hosszú időmérőre váltottak. Na most, mi minden pályán kiszámoljuk, hogy mi lesz az az idő, ami bejuttat minket a Q2-be, aztán a Q3-ba. Zenwardban én ez idő alatt teljesítettem egy tizeddel egyszer gumit felhasználva, és szokásunk a Q1-ben is kétszer kimenni, én viszont bemaradtam a boxba, ezt a csapattal megbeszéltük, mert akkor a Q3-ra a kapott gumin kívül még megmarad egy frisset, mert összesen a három szakaszra öt keveréket használunk, és ha már a Q1-ben és a Q2-ben mindenképpen el kell használni kettőt, akkor ugye négyet elhasználtunk, és csak egy maradna a Q3-ra, és akkor csak egyesünk van egy leggyorsabb kör teljesítésére. Na most, Zen volt pont járnunk kedvenc pályája volt, Lassabb is voltam nála, de olyan jó volt az első q 1 köröm, hogy ott voltam az élen, járvon el is gyorsabb voltam, bementem a boxba, hátra is döltem, mondtam, hogy kunam a tata, megnézem, hogy a többiek hogy köröznek, megnéztem, hogy hogy jutottak ki a Q1-ből, olyan ferrari -san. 14 ezreddel kiestem, és a 17 helyen lettem. Na most, aki nem ismeri Sandwardot, az, az írja be a Google-ba, hogy hotlap vagy valami, ott csak konyarva nincs egyenes, rosszabb, mint a Hungaroring, nincsen kemény féktáverőzni, gyakorlatilag lehetetlen, így vágtam neki ugye a 17 helyről annak a versenynek, és a 12. helyre ennek ellenére sikerült felküzdeni magamat, de ugye azért nem kaptam pontot, aztán jött Kanadana, azt a pályát kifejezetten gyűlölöm. Egyszerűen borzasztó. Codemasters játékával az az egyetlen probléma nem is az a baj, hogy a Forma 1-es autók hogy mozognak. roki, hogy nem a legszimulátorabb dolog, de amikor a pályán megy az autó, akkor akkor egyáltalán nem mozog élethűtlenül. Viszont vannak a rázókövek, ugye nem a műsor, hanem a valós rázókövek, amiket nagyon-nagyon érdekes, néha élethűtlen módon kell használni ahhoz, hogy gyors legyen a köridő. Kanada egy olyan pálya, hogy csak sikánok vannak gyakorlatilag, ugye bal jobb, jobbal, bal jobb, jobbal, visszafordító, jobbal, ennyi az egész pálya, és ott mindig át kell ugratni a rázóköveken, is, és, és ha nem tökéletes szögben támadjuk azokat, akkor rengeteg időt vesztünk, ha csak simán megkerülgetjük őket konzisztensen, akkor még ahhoz képest vesztünk rengeteg időt, mintha tökéletesen támadnánk azokat, szóval hát mindig meg kell próbálni tökéletesen támadni és kockáztatni, és ehhez nekem valahogy sose volt elég nagy magabiztosságom, tavaly Kanadában 13. helyen végeztem, úgyhogy mindent beleadtam, ehhez képest a mostani időmérő 5. hely, tök jó volt, nagyon örültem neki. Hát kipróbálunk, akkor van mi kis stratégiát, játszunk egy kicsit, a második helyig elévágtam a mezőnynek, aztán elfogyott a gumi, és visszaestem a nyolcadikra. Ünnepeltem a verseny végén, hát egy stratégiai döntéssel uh, igazából ezt eredményezte, valószínűleg nem kellett volna ennyit kockáztatni, túl sokat akartunk azzal a dobogóval, el kellett volna ott körözgetni az ötödik helyen, az is több pont lett volna. Aztán jött még az Mégmét az utolsóba belekezdesz, mm, annak ellenére egyébként tudtál örülni végül is a nyolcadik helynek, hogy elmondtad, hogy mennyire utálod ezt a pályát? Vagy, hát vagy onnantól a... az, már inkább csalódás volt az időmérődben? Hát nekem után. mindig csalódás, ha azért a rajt helyemhez képest átrébb végzek, szóval az azért nem volt egy kellemes futam. Főleg úgy, hogy ugye az egy napon volt Zendvordal, szóval ugye az egész napot értékeltem, nem csak azt az egy futamot. Aztán jött Ausztria, hát azt mondom, hogy egy jó pályán lenne, nem lenne rajta az egyes kanyar, mert a játékban azt is vágni kell. És hát azt sem szerettem a felkészülésem alatt egyáltalán viszont, nagyon jól ment a pálya, Q1-et azt hiszem megnyertem, Q2-ben második lettem, és aztán az időmérő harmadik szakaszán is a legelső körömmel a harmadik helyen álltam, és utána a második köröm sajnos érvénytelenítette a játék, ugye négy kerékkel elhagytam a pályát, kicsit levágtam az egyes kanyart, és akkor a pálya legjobb pontján nem volt érvényes köröm, és ugye a nyolcadik helyről rajtoltam, azon a futamon. Azért szomorú vagyok, a harmadik helyre tudtam volna magam kvalifikálni, az első két idő az nagyon-nagyon erős volt, de a harmadik hely simán meg lehetett volna, és akkor járnóval gyakorlatilag kézen fogva valószínűleg behoztuk volna egy dupla dobogós helyen a verseny, de hát megint sok a volna. Nyolcadik helyre rajtolva feljöttem egészen a a hetedik helyre, de hát történtek érdekes dolgok azon a futamon. Kilöktek előlem egy ferrari az megpörölt, ki kellett kerülni, aztán volt, hogy hárman voltunk egy kanyarban, egyik csávó belén fordult, összeragadtunk, én hozzáértem valakihez, úgy jött ki a dolog, hogy egy 5 másodperces büntetéssel azért engem is megdobtak, mint egy utalomfalat, és a hetedik helyről így végül a tizenkettedikre rangsoroltak vissza. Szóval az a hétvége is egy nulla pont. Én azt hittem, hogy a tavalyi első event, amikor kétszer eltört a pedálom, annál nem lehet rosszabb, mert akkor két kiesés és egy hetedik hely volt a nevem mellett, ami azt jelenti, hogy hat egységet gyűjtöttem három futam alatt, most négy egységet gyűjtöttem három futam alatt, és ugye az első event sem volt a kedvencem. Az a legdurvább, hogy ennek ellenére még ötödik vagyok az egyéni világbajnokságban, és nem tudom, hogy hogy. És remélem, hogy ha ez a, ez a legrosszabb, akkor innentől már csak felvezet az út. Igen, ugye én az utolsó versenynek a legvégét azt elég, hogy is fogalmazok, furcsának éreztem. hogy Matt Gallagher volt a szakkommentátor ezúttal is, és ő azt mondta, hogy ott, amit a Red Bullosok leműveltek egymással az első, második helyen, hogy ő még ilyen csapat stratégiát, és hogy ők húzták egymást ő még ilyet soha nem látott. Te mennyire érzékelted egyébként, hogy ott elől a csapattársad járnó támadja a két Red Bullt, mert hogy adott esetben, ugye most nem tudom, hogy tőle futamgyőzelmet vett el a Red Bull, ami a te nyilván az is lett volna jó, hogy akkor a konstruktőriben is még előrébb tudtatok volna kerülni. Zárój el, nyilván az akkor is igaz lett volna, ha nem kapod meg az öt másodperces időbüntetést. Igen, hát a szomorú, hogy a konstruktőrit ugye 40 ponttal vezettük, az el, nem 40, 29 ponttal vezettük a, az első három futam után is, most azt hiszem 27 pontos hátrányunk lett így. A Red Bull nagyon jól teljesített, Zandvoortban 1-3-ban végeztek, Red Bull 1-2-ben, és Kanadában is nagyon erős helyen zárták a futamot. Szépen összejátszottak, nekem van egy térkép a képernyőn bal alsó sarkában, és ott látom, hogy mi történik a versenypályán. És hát az a szélárnyékozás, amit ők csináltak, az tipikusan az a stratégia, amit amúgy már nagyon sokszor láttunk el sportban, szóval Matt Geleger, egy kicsit azért túltolta a dolgot, de, de tényleg jól, néz, jól, nézett ki, amit csináltak, főleg a Red Bull főleg úgy, hogy csapattársak. E, azt jelenti a szélennyíkozás, hogy a hátul lévő autó spórolja az energiát, ugye az egyenesben nem kell e, akkor a energiafelhasználás, hogy eléri ugyanazt a végsebességet, mivel a szélennyík hatás ugye segíti, és az első az gyakorlatilag fúrja a levegőt, mint ahogy a farkasok a havat, és minden energiáját elhasználja, és amikor az első autó lemerül, akkor megelőzi őt a hátsó, ő kapcsol időmérős módba, és így lépkednek előre folyamatosan egymást húzva, és ez ugye védekezés szempontjából is nagyon-nagyon jó, mivel a kit támadnának, ő mindig kap DRS-t, és, 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 ezért az egyenesben ugye nem igen lehet megölőzni a konyarban, meg ugyanilyen egyelő autók mellett nagyon nehéz egy ilyen esportmezőnyben bár, bárkit előzni. Annyit árul még, még akkor de hogy mikor lesz a következő forduló, azok milyen pályák lesznek, és összességében hogyan tekintesz azokra a versenyekre? Gondolok itt arra, hogy most azért elmondtad, hogy főleg olyan pályák voltak, amiket finoman szólva nem annyira kedvelsz. Ja nem, igen, a következő forduló az két hét múlva se lesz, jövő hét utáni szerda, szerte csütörtök, uh, Szilveszon lesz Monza és Spa, Ebből tavaly Monzáti és megnyertem, még nyertem, a harmadik lettem, szóval elég jó teljesítményt mutattam az előző évben ezeken a pályákon. A Spa kedvenc pályám, Monzán jó vagyok, de nem igazán szeretem, hogy őszinte legyek ott is sikán, után sikán folyamatosan vágni kell, de legalább a rázókövek nem olyan magasak, szóval viszonylag konzisztensen pattan el róluk az autó. Silverstone, meg mindenki szereti, az egy remek versenypályad éppen ezért a mezőny általában árealisztikusan erős, szóval azt tudom, hogy egy nagyon-nagyon kemény hétvége lesz. Összességében így, hogy mindenki otthon van, én most is úgy látom, hogy azért az erős sorrend eléggé felborult, és nem tudom, hogy hogy vannak ott bizonyos pilóták, akik lonon esnek kelnek az élen. Uh, elég furcsa ez a helyzet. Meg, meg, az is, hogy pár ilyen apró döntés, hogy nem mész ki egy második körre a Q1-ben, egy körre hamarabb állsz ki, és óriási és ráhatása van az eredményekre, és nagyon-nagyon el tudja fedni a, a, teljesítményedet. De a csapatom egyelőre az látja, hogy több van-e mögött, mint, mint, amit én most produkálok, meg azért uh, mi is emberekből vagyunk, néha hibázunk. Louis Hamiltonnak is voltak rosszabb szezonjai, hát akkor Bereznai Daninak is lehetnek, de azért, azért még a fele hátra van. Az biztos, hogy hátra van. Egy bónusz kérdés csak, mert talán Instagramon írtad, vagy Facebookon, mert nem vagyok benne biztos, hogy egy picit úgy érzed, hogy lehet, hogy valamit a felkészülésedben változtatnod kell. Ez, ez, ez valami konkrétumban is megfogalmazódott már azóta? Tehát, hogy tényleg azt gondolod, hogy a felkészüléseden valamit változtatnod kell, vagy akkor abban a pillanatban mondatta azt veled az akkor érzéseid, amikor ezt kiírtad? Hát biztos, hogy változtatni kell, mert 2018-ban, amikor VB második lettem, akkor még iskolába jártam és érettségiztem, és ilyen heti 20 órát gyakoroltam maximum. 19-ben, azaz tavaly már egy ilyen heti 30 órát beleraktam a játékba, akkor nem volt semmi dolgom, csak kicsit ellustoltam szerintem a dolgot, még nem volt egy ilyen erős csapattársam, szóval nem nagyon húztuk egymást, és mégis világbajnoki harmadik lettem, és ezt a szezont, ezt, ezt nagyon motiváltan kezdtem meg, ezt, ezt úgy kezdtem meg, hogy én mindenkinél többet fog gyakorolni, és folyamatosan száz órákat mutat két hétre vetítve a játék, és, és még ennél is többet gyakorlok, talán mert más módszereket is alkalmazok. Tényleg folyamatosan körözök egy versenypályán, félre roktam a legtöbb más dolgot az életemben, és ennek ellenére nem érzem úgy, hogy ez egy teljesítménybeli erőrelépés lenne a mezőnyhöz képest, mert az a furcsa, hogy én jobbnak érzem magam, mint valaha, de a, a mezőnyhöz képest Erős, sorrend meg nem eszi, jelzi. Összességében az is igaz, hogy az egész mezőny erősödött, de, de amit látok, hogy változtatni kéne, az talán még több fizikai edzés. Nem azért, mert elfáradok, hanem, hanem kicsit, mintha belefásult volna ebbe a testem, vagy az egész idegrendszerem, mintha kicsit lassabbak, pontatlanabbak lennének a, a reakcióim, és ehhez talán egy holisztikus megoldás kellene, Emlékszem, hogy a Mercinnől azért én, én heti négy-ötször jártam konditerembe, ezt most már elég elsúnyultam, főleg, hogy a koron alatt nem is akarok annyira járni, a hidegben meg nem szeretek kint futkározni, de, de például, ha járnóra ránézek, akkor ő, azt látom, hogy tényleg mindenhol szikrázik benne az energia, és, és talán ez kell a sikerhez, meg, meg, meg lehet, hogy hogy a túlgyakorlás az, az nem segít, és inkább a gyakorlás minőségét kéne tüpp szünettel feljavítani a mennyiséghez képest. Tehát ez, ez nagyon-nagyon nehéz megválaszolni, mert kell a mennyiség is, mert tényleg annyi kombináción kell átmennünk, ami az autóbeállításokat illeti, hogy nem, nem tudsz elég hat, hatékonyan gyakorolni ahhoz, hogy megúszd a heti 20 órával. Világos, hát én ez annyit tudok hozzátenni végezetül, hogy a negatív spirálból jövő majd kirángatlak, amikor újra röhöghetsz rajtam, hogy én milyen gyenge hát. vagyok. Hát, ha ez egy plusz önbizalmat ad majd neked, és akkor innentől kezdve azt hogy na hát ez az új itt bénázik, majd én megmutatom, hogy hogy kell, és aztán megnyered a következő futamokat. Szerintem ezt kívánja neked itt minden egyes nézőnk. Köszönöm szépen! Úgyhogy köszönjük szépen mi is mindenkinek a figyelmet, és iratkozzatok fel az Unibetnek a YouTube csatornájára. Ez volt a Rázókő legfrissebb adása. Természetesen tartsatok velünk legközelebb is, Dani és az én elérhetőségeimet pedig megtaláljátok majd itt a videó alatt tartsatok velünk a következő epizódban is, akkor már ne felejtjétek, török nagydíj, Isztambul. Egy jó kebab. Sziasztok! Sziasztok!